Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang. Megszületett Jézus az Úr, minden világ térdre borul. Zengi a hírt, angyali hang, ott hagyatott mennyei rang. Hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek és öregek. Szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang. Betlehem felett nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. A magas egeken a harang szól, a magas egeken a harang szól. Kérdeti most Istenített, Jézus az Úr megszületett. Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang. Megszületett Jézus az Úr, minden világ térdre borul. Zengi a hírt, angyali hang, ott hagyatott mennyei rang. Hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek és öregek. Szent üzenet, zengje harang, szóljon a hír, szálljon a hang. Betlehem felett nyílnak az egek, mindenki jöhet, hírnöke lehet. A magas egeken a harang szól, a magas egeken a harang szól. Kérdeti most Istenített, Jézus az Úr megszületett. Csend a világ térdre borul, zengje harang, Jézus az Úr. Hitem égre nyitott ablakán át, a betlehemi csillagra nézek. Fejem fölött ragyog tündöklően, s a fülembe zeng az angyalének. A szívem szegényes szénajászlán üdvözítő született ma nékem. Ezt a csodát minden karácsonykor a lelkem legmélyén végig élem. Libben a függöny, lobban a gyertya. Ma nem félelmes kívül a sötét, csak a szél zengi titkos énekét. Akkor is tél volt, év volt szerte szét. Millió csillag hunyorgó szemét bámulta néhány pásztor. Fázott. És hirtelen fénycsóvát látott, mintha ketté nyílt volna az ég. Hallották az angyalok énekét. Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek és jó akarat. De hiszen ez tartja a falakat, hogy még nem omlott össze a világ. Ne várjatok ti másmilyen csodát, ennél nagyobb nincs. Ezt mondjátok el, hadd terjedjen távol és közel, amíg csak élünk évről évre, ez a mindenség szívverése, a jó akarat. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Egy angyal hozta hírt neked, az Úr előtt kedves neved, és így szólt hozzád, én gyermeket fogadsz. Ki majd az Úrtól születik, és megváltónak nevezik, s Mária halkan súgta, halleluja, 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 halleluja. Mikor József mindezt hallotta, egy álom útján megláthatta, hogy Máriának tiszta volt a lelke. József kérdé, ez hogy lehet, ilyet csak az Úr tehet, s együtt énekli. Hallelujah,
Halleluja, halleluja. Isten úgy döntött, hogy emberré lesz. Hogy amit már az egész Ószövetségben előkészített, és minden prófétával előrejelzett, az végre a kezdetét veszi. És nem nagy pompával, nem díszkivilágítással, és nem karácsonyi fényekkel, hanem a teljes egyszerűségében megalázta magát, és egy gyászolba került. Megszületett, emberré lett, azért, hogy az embert megmentse. És egy nagyon fontos szót választott, ami így szól, hogy Immanuel, velünk az Isten. Mit jelent ez? Isten el akarta neked mondani ott, azon az első éjszakán, hogy nem vagyok ellened. Nem azért jövök, hogy elítéljelek, vagy hogy vádoljalak, hanem azért jövök, hogy megmenthesselek. Jézus volt az egyetlen a történelmünk során, aki azért született, hogy meghalhasson. Mi mind azért születünk, hogy éljünk, nem? Ki az, aki azért születne, hogy meghalhasson? De Jézus ezért jött, és ezért tette le az életét. Erről szól minden, hogy Isten valamit elkezdett a betlehemi éjszakán, aminek a vége a Getsemáné, és majd a kereszt. Így teljes a kép. Úgy látszik, hogy ennek nem sok köze van a hóhoz, vagy az énekléshez, a karácsonyi dallamokhoz, vagy a fényekhez. Úgy tűnik, hogy ez sokkal mélyebben szánt. Az Isten áttörte az éjszakát, és be akart lépni az emberek életébe, hogy amit elrontottunk, ami kapcsolatot elveszítettünk vele, az végre helyreállhasson. Ez Isten veled van, nincs ellened. Immanuel ezért jött el, hogy helyreállítson mindent. És arra hívlak, hogy ez a karácsony, ez hadd szóljon most egy kicsit inkább róla, és kevesebbet minden másról, a kellékekről, a kinézetről, a kirakatról. És találd meg a lényeget ebben a karácsonyban, aki nem más, mint Jézus Krisztus, aki azt mondja ma neked, hogy szeretlek téged, hogy nem vagyok ellened. Immanuel, még a nevem is ezt jelenti, velünk az Isten. Itt vagyok, hogy megmentselek. Hívd őt bátran segítségül, és figyeld azt, ahogyan belép az életedbe, és mindent megváltoztat. Erre hívlak, hogy ragadd meg az ünnep igazi lényegét, és így ezekkel a gondolatokkal hadd kívánjak idén nagyon áldott, egy nagyon boldog, és egy nagyon különleges karácsony neked.
Isten áldjon. Szentséges ég, te csillagfényes éjje, amelyen eljött a földünkre jó. Ó, mi soká megtaláltak téged a pásztorok, és karácsonyi örömmondók lettek. Megtaláltak téged csillagvezette gazdag bölcsei távol napkeretnek. Megtaláltak az első tanítványok, és boldogan a te nyomodba léptek. Megtaláltuk, ujjongja millió hang, visszhangozzák századok, ezredévek, a szabadítót, az Isten fiát, életet, kegyelmet, békességet. Nagy karácsonyi karban énekel Krisztus Jézus, ki megtalált téged. És egy hang abban a karácsonyi karban, hála énekemet boldogan zengem, mióta én is megtaláltalak, mert te eljöttél, s megtaláltál
engem. Gondoljatok ma rá, és gondoljatok rá holnap, és minden áldott napján múló életnek. És legyen a betlehemi énekből öröm, a karácsonyi álomból valóság, és békesség már az embereknek.